Szeretettel köszöntöm nézőinket. Nem lesz könnyű feladatom, de mégis szívesen vállaltam, hogy ezúttal így kettesben ülök itt egy legendás, nagynevű ügyvéddel, dr. Strasser Tiborral. Hát, hogyha valaki celeb ügyvédnek, egy jól ismert ügyvédnek, társasági ügyvédnek, sajtóban, médiában szereplő ügyvédnek számít, akkor dr. Strasser Tibor az. Ez az ügyvédi praxisban ez mennyire előnyös, vagy mennyire hátrányos, hogy te egy ilyen jól ismert és a bulvárban is szereplő ügyvédnek számítasz? Hála az égnek, az utóbbi időben azért nem annyira jellemző ez, és vannak olyan kollégák, akik sokkal, de sokkal többet szerepelnek. Itt tulajdonképpen egy nagyon érdekes kérdés vetődik fel, és akár visszamehetünk a múltba is, még a régmúltba, mert ugye a 70-es évekről nehezen lehet beszélni, a 80-as évekről már inkább, akkor kezdtek ügyvédek ismertebbé válni. És az érdekesség legfeljebb az én személyem és a kollégák között az, hogyha végig gondolod, hogy milyen ügyvédek ismertek, akkor szinte mindegyik a büntetőjog területéről jönnek. Ez nagyon érthető, hiszen ha egy olyan ügyfelük van, akire nagyon ráfókuszálódik a sajtó, akkor nagy valószínűséggel az az ügyvédre is fényt vet, és így válik ismerté. Viszont én egy olyan kollégát ismertem, aki úgy lett ismert, hogy egy nagyon sikeres ügyet vitt, ahol tulajdonképpen az ő sikere volt a mi fókuszálódott. Nem tehát pedig nem az, a bűn nagysága? Nem. Ez a bizonyos gyerekgyilkosság Szolnoki, ahol ő kutatta ki, hogy milyen oknál fogva és hogyan működik az, hogy itt nem minden bizonyíték úgy áll, ahogy kellene. Tehát a felmentés effektív, az ő sikere volt. És lett ismert, sajnos elég korán elhalt. 80-as években volt. Tehát Orosz Balázsról van egyébként szó. Állítólag ügyész mondta egyszer, nagyon szereti azokat a sztárügyvédeket, akiknek az ügyfelei 15-20 éveket kapnak. Mert ugye természetes, hogy a büntetőjogban azért az a általános, hogy a ítélet az megszületik. Aztán persze vannak olyan ügyek, mint a Balla Irma utóbbi a fiával kapcsolatosan, az ügyészség egy kicsit lépre fut, és olyan bizonyíték mennyiség van, amelyeknek az értékelése nehézkes, ráadásul, ha előkerül egy olyan valaki, aki meggyengíti a vádat, mert egyszer magára vállalja, mert később nem vállalja magára, aztán most, mint utóbb kiderül, mégiscsak még DNS-t is találtak a szegény elhalt alatt, amit akkor még az akkori tudomány alapján nem tudtak volna találni, egy majd majdnem már 10 évvel ezelőtti eseményről van szó. Tehát tulajdonképpen ez a különbség, hiszen én a magam részéről két olyan apró cseprő ügyel váltam ismerté, ami, ha beszélünk róla, tényleg miniszrekördökben is való, mert 24 forintért pereskedni már a 80-as években is eléggé vicces lehetett, de ha azt veszük, hogy a 80-as évek közepén az OTP 50-60 millió forintot fizetett vissza, akkor az még nagyon nagy pénz volt, nem beszélve, hogy 300-400 ezer embert érintett a gépjárművekkel. Hát az ma is nagyon nagy pénz, úgyhogy gépjárművekkel kapcsolatosan. Tehát az én ismertségem innen származott, és mindenekután, bár fiatalabb koromtól kezdődően is valahogy a televíziózás környékén voltam, hiszen mindig azzal szoktam játszani, hogy megkérdezem, hogy most már ugye a szabadságtér nincsen, de amikor később bevezettek, hogy ilyen felkísérő leállzók is voltak, akkor mindig, amikor a kettes stúdióba mentem, akkor mondták, hogy tudja, hogy merre kell menni, mondom, miért, mit gondol, mikor jártam én itt először a Királyi Televízióba egyenes adásba, pont ebbe a stúdióba, és akkor mondtak, hogy jó, szerencsésebb volt, az a 60-as évekre tette a vége felé, inkább a 70-es, mondták, hogy a 80-ast, vagy így 90-es évek végén, vagy pedig 2000 elején, és mondtam, hogy nem, én 1959 novemberében jártam ott. Te már éltél 59 novemberében? Igen, ezek szerint éltem 59 novemberében, de hát lehet, hogy koromnál fiatalnak nézek ki, de nincs sem akarom elhinni, hogy az ügyvédi szakvizsga letétele után idestova már nem egészen egy negyed év múlva a 41. évvel lépek be az ügyvédségbe, és ez azért már azért mindenképpen idő. Gombócból is sok, hát... Igen, mert az ügyvédi szakvizsga ugye az egyetemen megkapja az ember a doktorátus, és utána és akkor még két év volt, most már azt hiszem 3 évre tették el a vizsgákat, tehát én pont 3 évvel a jelölti korszak után lettem ügyvéd. Idestova 1975 júniusában. De csak a szép adatokat számolgatjuk, nem számolni ültünk össze, hanem beszámolni. Igazából ez egy fricska volt azért azoknak a nagy büntető ügyvédeknek, hogy 15-20 évet kapnak az ügyfeleik, miközben szerepelnek a médiában. A nagy ügyvédek védelmében azért hadd mondjam, hogy ha valaki 20 év helyett kap mondjuk 12-t, akkor azért az egy siker, nem? Ez természetes, de hát ezt nem lehet patika mérlegre tenni, és nem lehet eldönteni, hogy abból vajon az ügyvédnek mennyi a szerepe, és mennyi a szituációnak, amely önmagától is hozza. Tehát ilyen tekintetben én mindig becsülöm a kollégákat, amikor felmentést kapnak, de szoktam volt mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk. A hozott anyagban, ha benne van, akkor ezt el kell érnie.
ez nem a siker, a sikertelenség lenne, hogyha netán benne van a pakliba, és mégse sikerül. Tibor, pozitívumokat is mondjuk, mert egyre inkább veszem őt a Mampecsóban, tudod, az RKM van az a két összkrapek. Nem negatív éllel mondtam, igen. És mondom, ez egy ügyésznek volt a, állítólag a nyilatkozata, de tényleg az a különbség, hogy én ebben a polgári ügyekkel lettem ismert, és a televíziót is azért említettem meg, hiszen a 80-as évek második felében két műsorban is közreműködtem, egyrészt az Irkai Csabánál, a Reflektor magazinba, és aztán az Ablakba is időnként jártam. Ha már említetted az ügyészeket, azért én benne vagyok abban, hogy beszélgessünk erről a jogi világról egy picit. Ha már említetted az ügyészeket, nagyon sok, nagyon jól felkészült a jogi társadalom véleménye szerint, hiszen én ezt nem tudom mérlegelni. Nagyon sok, nagyon felkészült ember van. Mégis azt mondják, hogy egy ügyvéd az sokkal jobban tud keresni, mint ügyész. A mai napig pedig ma már azért egy pár fizetésrendezésen átestek. Ez a te információid szerint ez hogy van? Hát igazából ehhez nem nagyon tudnék úgy hozzászólni, hogy egyrészt nem ismerem az ügyészek fizetését, kettő, a érzésem szerint szezont fazonnal nagyon nehezen lehet összehasonlítani. Az ügyészek egy pausálé szerint nyilvánvaló, ahogy léptetik előre, olyan módon kapják a fizetésüket, tehát ott egyenes életpálya van, és az éppen meghatározott összegeket lehet elérni. És biztos fizetés. És ez az, hogy biztos fizetés. Ügyvédnél minden nap meg kell dolgozni, hiszen nem lehet tudni, hogy mikor... Neked is meg kell még dolgozni? Mindenkinek meg kell dolgozni, és az ügyek összetételétől is függ, mert aki állandóan olyan ügyeket kap, aki nagyon jelent, tud magának szerezni, vagy az ismertsége folytán ilyen ügyeket visz általában, az egyértelmű, hogy egy komoly jövedelmet tud szert tenni. Azok viszont, akik az apró ügyeket is vállalják, azoknál egy kicsit más a helyzet, mert a sok kicsi ugyan mehet sokra, de hát az akkor viszonylagosan az átlagosnál mindenképpen egy több munkával. Na most az ügyvédi kamarának van valamilyen szabálya, állásfoglalása, hogy az ügyvédek hogy reklámozhatják meg, hogy nem reklámozhatják magukat. Egyrészt ez micsoda, mert ez biztosan jobban tudod, mint én, másrészt pedig mi erről a véleményed? Hát tulajdonképpen régebben semmiképpen nem reklámozhatta magát, úgyhogy amikor az Ablakban voltam, soha azt nem írtuk ki, hogy ügyvéd, hanem azt, hogy jogász, mert tulajdonképpen, ha már az ügyvédséget is említettük volna, akkor valahol mindenképpen egy reklámjelleges lehetett volna a dolognak. Ma már változott a helyzet, mert egy jó pár évvel, bár nem olyan nagyon régen, a ügyvéd is elvileg hirdetheti magát, tehát innentől kezdve kinyílt az a kapu, hogy hogyan csinálja és mint csinálja. Igazából azért olyan jelentős mennyiségű hirdetést nem láttunk, hogy az ügyvédek önmagukat hirdetnék. Nem is egy szép dolog, de hát megengedett, és aki úgy gondolja, hogy így tud ügyfélhez jutni, akkor azt természetesen tegye. Az, hogy egy ilyen műsorban beszélünk jogi kérdésekről, a jog gyakorlatáról, mindennapjairól, ez reklámnak számít egy ügyvédnek az ügyvédi kamara szerint, vagy nem? Biztos, hogy nem, de mint ahogy említettem, a már a kamara ezzel semmit nem tud tenni, mint ahogy azzal sem tudott tenni, és nem is volt miért tenni, hogy ugye a mi diplománk az két részből áll. Állam és jogtudomány. Most itt a jogról beszélünk, de van az államtudomány. És az államtudománynak a tartalmába belefér a politika. És ezért tudjuk nagyon jól, hogy a első szabadon választott parlamenttől kezdve elég jelentős volt a jogász, illetve az ügyvéd hát kollega, és nem is kellett annak idején a praxist fölakasztani addal az időszakra, hogy így mondjam. Bocsánat, hogy a három legnagyobb közjogi tisztséget azt most is, ugye, tehát az államfő, az Áder János is jogász, az Orbán Viktor is jogász, és a Kövér László. Na jó, hát ez egy speciális dolog, hiszen ugyanabból a tőből, ugyanabból a kollégiumból jöttek, majdnem, hogy szobatársak voltak. Tehát innentől kezdve ez egy speciális dolog, de nyilvánvaló, hogy a politikában nem csak nálunk, hanem máshol is a jogász végzettségűek dominálhatnak. Nálunk ez egy speciális helyzet, hogy ilyen macska körülben mondott közeli ismerősök pillanatnyilag azok, akik... Tehát a parlamentben jelentős mindig is, létszáma mindig van, is minden jelentős pártban részben volt. Mondom, most az a nagy különbség, hogy most nem praktizálhat. Az előző ciklusig minden további nélkül lehetett ügyvéd is, és parlamenti képviselő. De az nem rossz üzletnek, nem? Hát attól függ, hogy ki mennyire tudja összeegyeztetni időben is a dolgokat, mert mondjuk tárgyalási praxist nehezen tud vinni a parlamenti képviselő, mert nem hozzáigazítják az ügyeket. Iratokat gyártani este 8 órától reggel 6 óráig is lehet. Téged nem próbáltak meg esetleg valamiféle politikai szerepvállalásra rávenni? Igazából nem volt ilyen. Mondjuk 94-ben, amikor a Palotásféle Köztársaság párt megalakult, akkor valaki, én akkor Szentendrén voltam, mint tulajdonképpen 72-től
durván 92-ig Szentendrén voltam ügyvéd, és ott valaki felvetette, és akkor próbálta, de szerencsére még összegyűjteni sem tudta azokat a cédulákat, amelyek kellettek volna ahhoz, hogy elinduljak. Az irodámból egyébként az első szabadon választott parlamentben 90-ben kettő kollega is próbálkozott, abból az egyiknek sikerült is, a másiknak akkor nem, viszont ő volt a szerencsésebb, mert a következő ciklustól azt hiszem már sikerült, és jelen pillanatban a parlament dohányja. De Tibor, amikor ez kicsoda? Túri Kovács Béla. Túri Kovács Béla. Amikor én először találkoztam vele, akkor egy kicsit más színű volt a hajad, és akkor valaki azt mondta rólad, hogy te ilyen buli vagy, parti vagy, nem tudom, valamilyen társasági esemény volt, ez már jó 20 éve volt ez a dolog, és akkor azt mondták, hogy hát te nem csak ilyen buli jogász vagy, hanem te egy nagyon jó jogász is vagy, és hát elsősorban polgári joggal foglalkozol. Az a része a történetnek, hogy te annyi buliban, annyi partiban, annyi eseményen ott voltál, jól érezted magad, hogy szórakozol, vagy pedig ez egyfajta felvonulást is jelentett neked? Hát ez elég nehéz ezeket a dolgokat így szétválasztani, mert amikor a 90-es évek elején az ügyvédi vagyon szétosztása az irodán belül történt, akkor az egyik kollégám megjegyezte, hogy én vagyok ott, akkor nem hozza fel azt a témát, amit meg akarna beszélni, hogy hány irodám van nekem. Amire aztán megintettem egy másik kollégámmal, hogy nekem nem tudom hány irodám van, mert az irodám mindig ott van, ahol én vagyok. Persze nem ezért járok, vagy jártam, mert most már azért jóval kevesebb, egyrészt a part is, másrészt az ember már azért ezektől is kicsit távolodik. Olyan eseményekre, ahol sok ismerős van, mert egyrészt lehet beszélgetni, tehát egy társasági életet ér az ember, és az csak poénból volt, hogy azt a szójátékot alkottam meg, hogy ott találkozhatok három típusú emberrel, az egyik, aki az ügyfelem volt, vagy most az ügyfelem, a másik, aki az ellenfelem volt, vagy most az ellenfelem, a harmadik csoport pedig az, akiről nem tudni, hogy majd az ügyfelem lesz, vagy az ellenfelem. Persze ezt is lehet fokozni, mert egyszer egy olyan társaságban voltam, hogy amikor ezt mondtam, láttam, hogy előttem van egy 20 éves fiatal, és akkor eszembe jutott, hogy van egy negyedik csoport, és mondtam, hogy van egy negyedik csoport, amire mondták, hogy ez lehetetlen, hát az előző három lefedi az egész halmazt, hogy így mondjam. Mondom, nem, mert ha nem tudnád, és mutattam arra az ifjúra, amikor anyát perelte apádat a gyerektartás díjért, akkor én képviseltem apádat, és te voltál a pertárgya. Nem tudom, hogy belefér-e, hogy egy ilyen összes halántékú úr szemére próbáljam vetni, de én úgy tudom, hogy ilyeneket a hölgyekről is elmondhatott volna Strasser doktor úr. Nem voltam azért arról híres, hogy állandóan barátnőket cseréltem volna, vagy nem cseréltem volna, de ha már itt tartunk, hogy hölgyeknél, akkor rátérhetünk, mert azért inkább a hölgyek a celebek, és nem pedig az urak. Igen. Hogy ez a celeb, meg a sztársággal kapcsolatosan mi a véleményem. Én úgy gondolom, hogy egyrészt én nem szeretem, amikor sztárügyvédnek mondanak engem, vagy a kollégáimat, ismert ügyvédek, neves ügyvédek, ez egy kifejezés, ezt a sztárságot hagyjuk meg tulajdonképpen a színházi vagy a filmvilágnak. Mert ott vannak igazából sztárok. Na, így, hogyha az ügyvéd jelzőjeként van az, hogy sztár ügyvéd, akkor hát az... Én mondom, én a sztár szót azt igen, a művészeti életre igen, hagyom, értem. És még csak azokra sem, akik nem művészként válnak ismert. Ismert ügyvéd, sikeres ügyvéd, neves remek, ügyvéd. Remek ügyvéd, neves jó, ügyvéd. Nem kell most fokozni, nem rólad beszélek, hanem tudom, úgy egyáltalán nem kell fokozni, keresem de én ezeket jobban szeretem, hogyha ezeket használják az ügyvédekkel kapcsolatosan. A celebeket azt hagyjuk meg olyanoknak, akik valamiért ismerté lesznek, akár egy valóságson keresztül, akár a dzsungelben, vagy a házban bent, azok celebek, mert hát mindenki ismeri, a sajtó őrülök állandóan ír, tehát ilyen tekintetben szereznek egy ismertséget, hogy aztán mi van mögötte a celeb szónak, ezáltal nehezen tudom meghatározni, mert én ott is csak azt tekintem, hogy valamilyen módon nem színház, nem film, hanem más módon válik valaki ismerti. Aztán persze van olyan a világtörténelemben, hogy egy ilyen celebből lesz egy nagyon jó színésznő, vagy színész, mert ez magával hozhatja a sors. Na de most akkor így azt elmondtad, hogy mi nem celeb, tehát akkor tulajdonképpen a celeb az, aki végül is valamiféle hiteles szakmai teljesítmény nélkül lett ismert, vagy valamiféle hát én ezért gondolom, mert a média szereplők önmagukban azonnal celebbé válnak, hogyha szinte minden nap vagy minden héten foglalkoznak velük. Tehát ilyen tekintetben ez hozza nekik a celebséget, mi más hozza. Azt mondom, hogy nem túlságosan tehetséges úr egyszer felkerült így a palettára, nevezetesen ez a Biki Csumáj, meg aztán ezek az énekversenyek remek lehetőséget adnak erre, és akkor viszont már kénytelen voltam ezt rögzíteni magamban, hogy valóban van egy ilyen, hogy valaki azért, mert túl ballávas, vagy túl idétlen, tehát hogy egyszerűen azért, ha szeretjük benne.
De egy mondjuk ez, amit említettél, a Bikic Unite, az egy egyszeri dolog volt, ismerté vált, semmiképpen nem mondanánk rá, hogy ő egy celebbé vált ezáltal. Nem, de ő a hibái, a hiátus a vélén. Jó, az más, hogy miért vált, egy ideig a reflektor miért van rajta, de ebből hát van egy jó 15 indulatú, perc hírnév legfőjebb. Ebből van egy jó indulatú is, hogy van a Szeretlek Magyarország című vetélkedő az MTV-n, és van egy ilyen olasz fiú, aki énekelget, és nem azért énekel, mert jól tud énekelni, és nem azért énekel, mert lehet érteni a szövegét, és nagyon, nagyon kedves és nagyon ártalmatlan, és végül is egy abszolút ismert ember. Statisztikák, ezek úgy készülnek, ezek a közvéleménykutatások, hogy két rubrikát kell kitölteni, hogy mennyien ismerik és mennyien szeretik. Ismertségi és szeretettségi index az milyen, és én azt hiszem, hogy ennél a fiatal embernél mind a kettő nagyon magas lenne például. A 15 perc hírnév, mert egy ideig szórakozunk rajta, mondom, macska körömbe, aztán utána eltűnik. Itt inkább a másik dolog az, hogy a bulvárnak állandóan kellenek a hírek, és tulajdonképpen az ismerté vált embereket, az ilyen celebeket állandóan bombázzák, hogy mondjál valamit magadról, tegnap nem csúsztál el véletlenül az utcán, nem-e történt egy olyan eset, amit kicsiben megírhatnánk, mert valamivel föl kell tölteni a lapokat. Neked az ügyfeleid között, meg az ügyeid között vannak ilyen dolgok, hogy valakit túlspilláztak, és valakit esetleg belevittek olyan helyzetbe, ami számára már aztán eléggé hátrányos lett? Hát így nem, de volt olyan perem, amikor megjelent egy új népszerű hetilap, és valakinek a címoldalon azt írták, mintha ő valaha is botoxolt volna, pedig soha az életben nem csinált ilyet, és ráadásul még óriás plakástot is csináltak, mert az első lapja volt ennek a újságnak. Tehát eléggé sokan hihették azt, hogy... Egyébként ki volt, színésznő, manöken, énekesnő? Manöken sose volt, a többiekkel kapcsolatosan volt már köze. Tehát innentől kezdve a sajtó ilyen módon mindenképpen kárt okozhatná, most régen ott volt a nem vagyoni kártérítés, most meg egy fokkal egyszerűsített a dolog, bár ez az egyszerűsítés ezért eléggé macska körülben mondva, mert a új jogszabály, ami a múlt évben lépett életbe, az a sérelmi jognál már a bizonyítást kevésbé kívánja meg. Magyarul van jogsértés, mindenképpen van valami kis pénz, de természetesen valaki nagyon sok pénzt szeretne, akkor bizonyítania kell, hogy tényleg volt effektív olyan kellemetlensége, amely miatt a sok pénzt megérdemli. De most üljünk vissza egy kicsit a Muppet Show erkélyébe. Miért érdekeljen engem, vagy miért érdekelje a gyerekeimet azt, hogy a kis Lújza művésznő az botoxol-e, vagy nem botoxol? Szóval ez mitől akkora téma, hogy egy címlapra kerül? Hát én nem tudom, tölteni kell az újságot, elmondtam. Tehát mindenkor az újságot el akarják adni olyan személyekről, akiknek a személye érdekes lehet a olvasók számára valamilyen oknál fogva, hát azzal tömik tele a lapot. Egy kis védekezésre foglak kényszeríteni. Voltak ezek a parti rovatok, és hát volt egy idő, amikor ugye minden partiról hírt adtak az újságok. Emlékszem például, hogy a Kurírnak volt egy a ilyen frak. Rovata. Ugye, nem rovata, ez külön újság része szinte a frak része, igen, a frak. Volt úgy, hogy mit tudom én, 4-5 lap volt, és mind a 4-5 lapon ott voltál, volt ahol kétszer, tehát az összes parti. Ilyen azért nem volt, és nem volt összes parti. Nem kétséges, hogy a 90-es években, 2000 évek az első felében gyakrabban volt, de az, hogy mindegyik, és olyan előfordulhatott véletlen, hogy kettő összefutott, de aztán kettőnél több, és nagyon sok olyan hét lehetett, ahol biztos, hogy nem voltam. Jó, de a kérdés az az, hogy vajon te hajlandó voltál-e együttműködni a bulvár sajtóval, hogy valami ilyen trükköt vagy hókusz-pókusz csináltál azért, hogy esetleg foglalkozzanak veled? Nem, egyáltalán föl sem merült bennem, mert vagy ment magától, hogy valami ott vagyok, lefényképeznek és engem tesznek be, vagy nem érdekelt, nem volt rá szükségem, és nem azért mentem el, hogy lefényképezzenek. Természetes, hogyha láttam a képet, akkor esetleg elmentettem magamnak a jövő időre, hogy legyen meg majd egy szép emlékként, visszaemlékezve arra az összejövetelre, de ezért egy lépést nem tettem, hogy én legyek az újságírónak az, hogy most rólam feltétlenül csinálják képet, amit le is közöljetek. Téged hogy kezeltek? Tehát úgy, mint a fogorvosnál, hogy kinyitják a szájukat és mutatják, hogy doktor úr, haver voltál, vagy az ügyvéd. Nyilvánvaló, hogyha ilyen helyre elmegy az ember, akkor ha nem is mindig, de előfordult, hogy valakinek éppen a sírámát is meg kell hallgatni, mert van valami jogi kérdés, amire én természetesen készséggel válaszoltam. De alapjában véve, mert amikor az ember ilyenre elmegy, és úgy megy el, hogy ott számtalan ismerős van, ez a okfejtés, amit te elmondtad, hogy ilyen vagy olyan, nem ismerül fel, hogy osztályozzam, hogy most ez van, vagy az van. Én nekem az édesapám ügyvéd volt. Amikor ők leültek az ő jogász barátaival, akkor az olyan volt, mintha egy ilyen történelem órán, latin órán,
római történelem órán, költészet órán, irodalom órán, műveltség órán lennék, és úgy rösteltem magam, hogy mennyire buta vagyok hozzájuk képest. Hogyha most az ifjú jogász meg egyetemet végzett generációval találkozom, akkor bizony, hát itt ez úgy tűnne, hogyha ilyen fajta témák szóba jönnének, mint hogyha valaki az űrből jött volna egy UFO-n, és számukra már teljesen más a gondolkodásmód, és teljesen más a stílus, meg teljesen más az érdeklődés. Természetes, hogy hatalmasat változott az utolsó fél évszázadban a világ, hiszen azzal, hogy természetesé vált az egymással való kontaktálásnak a lehetősége, felgyorsult, hogy nem másra mondjuk, mint ezekre a portálokra, ahol bárki ismerősnél látom, hogy fönn van, írok két sort, ő visszaválaszol. Ilyen régen nem volt, tehát ugye még telefon is csak e-mailámmal hordozható, ugye 90-es évek elejéig nem volt. Előtte vonalas szinte nem volt. Tehát az, hogy ilyen módon felfokozódott még jobban az élet és a kapcsolattartások lehetősége megváltozott. Te is Facebookozol, ezt áruljuk el, ugye? Hogy... Igen, én egyébként sajtó figyelőnek használom, hogy ki mit tesz fel. Tehát ilyen tekintetben ez a fő célom, nem az, hogy elsősorban cseteljek ezzel, azzal vagy bárkivel, hanem nagyon jó cél abból a tekintetben, hogy így figyelem felhívóként. Hát, mi a téma, mi a gondolkodás? Hát nem, hogy ki mit tart fontosnak, igen. Ki mit, még néha van idő, még a kommentekbe is belenézek. Tehát ebből a tekintetben most édes mindegy, hogy este az ágyban újságot olvasnék-e a televízió nézés közepette, vagy pedig a Facebookon végigfuttatom, hogy éppen ki mit tett fel a hírfolyamba. Tehát ez ebből a tekintetből pótolja mondjuk a régi újságokat, bár azért újságot mindig az ember azért nézzen, mert az egy más műfaj. És klasszikus, tehát nem kéne leszokni róla, de hát tudjuk, hogy a példányszámok a nyomtatott sajtóba csökkennek, és lényegében átvált arra, hogy egy lapot az ember olvasod, de mindenki után másnap a nem olyan friss anyagokat, amelyeket rögtön olvasni kell, már olvashatja az ember fönt, tehát tulajdonképpen pótolja az újságok olvasását. Azt mondd meg nekem, neked ugye voltak, vannak, lesznek ügyvédboltárjaid, hogy vajon őket most így be, hát ne azt mondjuk, hogy szűkítve, de befókuszálva elsősorban vagy dominánsan a szakma érdekli, vagy pedig érdekli őket ez az egész, ami a világ, meg a műveltség, meg ami az egész maga. Hozzáteszem, hogy ez megint csak különböző indítatásból történik. Hozzáteszem, hogy az utolsó 5 évben már nincsenek ügyvédjelöltjeink, mert nincs rá szükség, mert olyan tímbe dolgozunk, hogy tudjuk egymást helyettesíteni, ami egy tárgyalási praxis mellett mindenképpen szükséges, hiszen egyező időpontokban lehetnek tárgyalások. De azok a kollégák, akik nálunk ügyvédjelöltek voltak, azok is teljesen változó volt, mert kinek ez volt a hobbija, kinek az volt a hobbija, tehát az ügyvédségen kívül is volt életterük, nem a jogászkodással foglalkoztak elsősorban, és komoly dolgokat is csinálva. Olyan kollégám is van, aki tulajdonképpen utazott a világba, és arról készített néprajzi jellegű filmeket is, elsősorban természetesen a magyarokkal összefüggésben, az Ural tájékán. Egy olyan kérdéssel fejezem be, amit azt hiszem, hogy a riportel iskolákban a három kívánság mellett tanítanak, hogy nem szabad kérdezni, hogyha itt lenne ez az UFO, és mondaná, hogy Strasser doktor úr, mégis mire büszke? Egy jeles ügyvéd, nagyon sok sikeres pere volt. Szóval mi az, amire nagyon büszke az a 3-4-5 dolog? Hát tulajdonképpen amire azt mondom, nem büszke vagyok, hanem azt mondtam, hogy egyedi volt, hogy lehajoltam annak idején a 80-as években erre a 24, aztán volt az útlevéllel kapcsolatosan egy másik 59 forintos perem, mert ezek tényleg Guinness rekordba valók voltak, és ez bárki más is észrevette és megcsinálhatta volna, csak hát nekem mindig is volt egy játékos természetem, hiszen bizonyos ismertséget még abból is szereztem, hogy a 60-as évek második felétől a 70-es évek végéig különböző tévévetélkedőkbe is próbáltam részt venni kisebb-nagyobb sikerekkel. Tehát ez a játékos terület volt, hogy ha én úgy érzem, hogy ez jogilag nem teljesen jó, mert rosszul számolták ezt a bizonyos 24 forintot, amit az autónak a előlegeként az OTP-nél elhelyeztük, akkor próbáljuk ki a bíróságon, hogy az jó-e vagy nem jó. Aztán szerencsés fordulat volt, hogy abból az egy perből odáig jutott a dolog, hogy a pénzügyminiszter elrendelte, hogy tessék mindenkinek visszafizetni azt, ami visszajár. Tehát akkor tulajdonképpen az egyik legkisebb dolog volt a legnagyobb dolog a pályafutásod során. Hát nem is, hogy ez nem lehetne, sok olyan per volt, amire szívesen emlékszek vissza, de alapjában ez az egy dolog, ami egyrészt az ismertségemet is, hogy úgy mondjam, megdobta, bár nem ezért csináltam, ugye ez talán a beszélgetésből kiderül, de ez egy olyan dolog volt, ami tényleg eléggé egyedi.
Hát akkor amellett, hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, amellett én azt javaslom, hogy ezt próbáljuk meg akkor tényleg a Guinness rekordok könyvének a szerkesztőbizottságát megkeresni ezzel, és akkor nézzük meg, meg hirdessük meg, hogy tud-e valakit Magyarországon 24 forint, ugye? 20, már az a 24 forint, az kicsit többet ér, mint a mostani 84-es 24 forint, forint volt. Mindegy, most maradjunk. De lehet azonosítjuk. Lehet akkor 300 doktor, forint volt a legkevesebb illeték. Jó. Most meg 15 ezer. Az a lényeg, hogy aki tud 24 forintnál kisebb perértékű perről, akkor az értesítsen bennünket. A e-mail címünk az továbbra is jogoskérdés@6oscsatorna.hu, és ezzel megköszönöm Strasser Tibor doktor úrnak, ügyvéd úrnak a vendégeskedést és a beszélgetést, és megköszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, hogy ezt a rendhagyó jogos kérdést végignézték. Viszontlátásra!